A magyar családok életében az egyik legnagyobb esemény volt a 60-as évektől kezdve az, amikor valaki nem ritkán 5 év várakozás után végre átvehette a trabantját. Engedjen meg, hogy eláruljak egy titkot. Az öné a 100. Magyarországra importált trabant. Gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. 1975-ben ezen az ünnepségen többek között részt vett a volt NDK akkori nagykövete, az ipari miniszter és a Merkur vezérigazgatója is. Ugyanis nem csak családi, hanem országos eseménynek is számított minden újabb trabant szállítmány. A kis műanyag 600 köbcentis 26 lóerős autó gyártását 1957. november 7-én kezdték meg a nagy októberi szocialista forradalom tiszteletére. 40 évvel ezelőtt gördült le az első olcsó, igénytelen szocialista népautó a Zwickaui gyár futószalagjáról.